erről nem tudok. Édesapám, már tudom, mi lett Gömör megyei édesapám, és valami Betty Cserével hirtelen görög. Szép fekete hajó volt édesapám. Műfajt úgy hívnak, hogy sördal. És ebben nem a sörről énekelnek, hanem dicsérik a rokonságot. Azt mondják, ha két testvér egymással valamiért összevész, akkor össze tudják énekelni őket, megbékítik őket. Ezt hívják sördalnak. Na, ez izgatott ingemet. Amit jobbra tőlem a közönséget, és először is eszembe jut, amit egy jóra való mesterem mondott, hogy én úgy voltam vele, fiam, mikor láttam, hogy gyermek kicsi, hát törekedtem, hogy elébb lefektessem, és aztán mondjak így jó mesé. Akkor láttam, hogy a leánka 16 esztendős. Igyekeztem, hogy elébb mondjak így jó mesé. És aztán ügyesen lefektessem. Hát az asszonynál, fiam, ott nincs mese. Hát azt mondta egy öregecske, hogy valamikor a jó Isten letekintett a mennyékből, s hát látta, hogy egy ember ugye el van formátlanodva, annyira esze van menve, hogy már csak a szemei vannak, s még a keziből valami. Hát azt mondja egy éppen arra lépő kisangyalnak, látotta azt az embert, aki a mértéktelen esze van menve? Ne, az annyira kíváncsi, láthatná a poklocsa mennyországot, az emészti. Na, azt az embert vidd le a pokolba, hozd fel a mennybe, ő az egy, lássa meg, hogy ugyan valós, mi a helyzet ott le, s itt fenn, nem hogy tanítsák, meg megfestik, hanem ugyan valós. Jó, rendben van, trombitált, elhanyította, kicsi angyal lepcsegett a szárnyával, tempózott, mert érezte, hogy a föld vonzani kezdi, az egyik tolú, még gyengén volt megforva, kihullott a többi közül, hát a sokkal később esett le a földre, de ebből lett az igazi irodalom, ez viszont most mindegy. Na most, jön az angyal! Kocogta, nyitsa az ajtót, ez a szem, s még valamennyire kéz ember. Ember, nem te vagy a kíváncsi? Hát nincs rám írva, azt mondja, csak szemem van, s még a kezemből vala. Hát de igen, na, akkor megyünk, ha kapackodj meg. Hopp! Ezt többször nem mutatom, felkavaró, figyelj. Hopp! Elkapta azt a csontos bokáját az angyalnak. Angyalban ritka az ilyesmi. Hopp! Elkapta az angyal, tempózott. Felszáll, de csak azért, hogy furódjon belé a laza, barna erdei talajba. Tekergették a nyakikot még más helyett is. Az idén nem vetettek. Tám még a tavasz se várja. Me mucho vilá. Ezt mondta. Tovább zuhanta. Ott voltak a sárga földbe. Tudjátok, kik vannak ott? A sohasem szomjasok, a bortokok, a korcsomatiprók. Mert a nápolyi nyelvjárásban az ember faltól falig rúg be. Tudod? Szűk utcán, hogy tudsz berúgni? Elől jöv valaki, hátul háha valaki, csak így nő. Ez az ő dolgik. De ott volt már most Ketszer gyárfás bácsi. Azért ketszer gyárfás, mert úgy hitták, gyárfás, gyárfás. Így volt nő, egybefutította a szemét, sokáig nem akarnám mutatni, mert szinte elfelejtem, hogy melyik mesémet mondom. Intett neki zuhantába az angyal, a reggeli fél litres üveget fél decisre változtassa át, aztán jobb lesz. Öregintett, hogy hát könnyű beszél, de nem könnyű ám azt megcsinálni. Tovább zuhantak, ott voltak a Veresfődbe, Kumbéló vasoxidot nyomott Sztalin szájába, de most mindegy. Tovább zuhantak, ott voltak a pokolnak tornácán, éj barátom, mekkora kapu,
No, hogy diófa kapu. Hát oda csapatoslag szoktak bejárni, kell a nagy kapu. Dengetnek, hogy vajon filin fekszik-e a portás. Mert idővel a csontvelőbe a süketség beléköltözik. Béla bácsi mondta, mikor feleződik a gyengébbik nemhez való húzalom, amikor a Lumumba jő magától, meg a spájzmirigy, de ez most mindegy. Na most! Nyílik a nagy kapu, nyírbontalan, nagy formátalan kapu, éj barátom, de még a kapus hogy nézett ki. Elő volt a nyelve, ő csak lépett utána. Megáll! Azt mondja, Sáti! Mit keresel itt, kis angyalom? Azt mondja, görözdölös hangom. Én, azt mondja az angyal, ez itt né? Ki? Nézd meg, itt van! Keresi a szemével az ördög, hát nem kis munka volt. Hol van itt még valaki? Mikor még látta? Fokhagyma irgalmaz! Hát ugye valamiben hinni kell. Szóval, ki es, mi ez? Hadd el! Ez kíváncsi. Odább áll az ördög, legyen hála a jó Istennek, mert különben az én messzém elakadna.